ami most készült el. És hát ha már a szőlőkről beszéltünk, Tokaji Aszuról, ugye a puttonyszámról, ismerkedjünk meg Kalina Gábor kádármesterrel, aki táján él, több generációs kádár családból származik. Zempléni tölgyből készíti a hordókat, igazi kemény fizikai munka a hordókészítés, és egyébként Kalina Gáborék hordói ma már a világ számos helyén megtalálhatóak. Ivasait korom óta készítem, én ebben nőttem bele. Édesapám is kádár volt, az ő édesapja is kádár volt. Hordókat készítünk Tokaj hegyalján, a hordók alapanyaga a kocsánytalan zempléni tölgy. Hordónk az cellulóz rostokból épül fel, ezeken a kapilláris csöveken keresztül szállította a gyökér csúcstól az ágy végig maga a fa a nedvességet. Úgy, amikor ezt feldolgozzuk, ugyanez az áramlás megmarad, csak már akkor nem folyadék áramlik benne, hanem oxigén, tehát levegőzik ezeken a pórusokon keresztül a fa, és ezt megkapja maga a bor is. Ugye az oxigén az egy oldóanyag, tehát a savakat ezeket simán eloldja magából a borból, és akkor egy nagyon szép lekerekített bor kapunk. Maga a természet, a tölgyfa maga a természet, és ezt a két teljesen egymástól független anyagot úgy összegyúrni, hogy az egy nagy közönség számára is egy jól élvezhető, örömet okozó, komplex termék szülessen, na ez az, ami egyébként engem mozgat.